Texas állam történetének legnagyobb vihara pusztít az Egyesült Államokban. A 6 millió lakosú metropoliszra, Houstonra a Harvey hurikán péntek óta 75 cm-nyi esőt zúdított. A mexikói öböl mentén fekvő városok éves szinten vannak kitéve a trópusi viharok és hurikánok pusztításának. Houston belvárosa mindössze 15 méterrel van a tengerszint felett, ezért fokozott veszélyt jelent a lakosok számára az áradás. We didn't know it was going to be a category 4, so we just thought, you know, we'll try to ride it out. But if I knew it was going to be what it came to be, I might have left sooner. I don't know if it happens again, I'm leaving. Houstonban egész negyedek kerültek víz alá, lakóházakat és üzlethelyiségeket öntött el az ár. A hatóságok két színültig megtelt gát megnyitásán dolgoznak, hogy ne szakadjanak át. Ez további árhullámot fog jelenteni a közelben élők számára. Mintegy 2000 embert kellett mentőcsónakokkal biztonságba helyezni. The big trees split in half and ready to fall on the house, but I don't have any help to take it down, so it's swinging in the middle, split in half, and a bunch of trees fell on the car. Az amerikai közösségi médiában futótűzként terjedt el egy idősek otthonában készült kép, amelyen több nyugdíjas látható, amint derékig érő vízben tehetetlenül várják a vihar elvonultát. A fénykép közzétételét követően az ország minden tájáról érkezik a segítség Texasba. Called a friend of mine here, sitting here with his wave runners, decided to come out and try to help, and I know people are needing, fire departments out in local areas are needing people to help out with water rescues, so he's got both his jet skis fueled up. We decided to sit here, called the Office of Emergency Management, waiting on a phone call for them to see where they need us at. Az előrejelzések szerint az ítéletidő szerdáig fog tartani a déli államban, de a vihar átvonultával a veszély nem múlik el teljesen. We're worried about the flooding, and not even, you know, after the storm is done, from Austin and San Antonio, all that water is going to come down here, and the Guadalupe River is going to flood. Egyébként az Amerikai Egyesült Államok történetében a 2005-ös Katrina hurikán volt a legnagyobb természeti katasztrófa, amely 15 milliárd dolláros kárt okozott a szomszédos államokban.